Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Rengeteg videó ötletem van a csatornára, ezeket fogom nektek elmondani. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Azért osztom meg veletek a téma ötleteimet a videókkal kapcsolatban, mert olyan érzésem van, mintha a szobában lenne egy múzsa, és állandóan böködne, hogy erről is csinálj videót, arról is csinálj videót, ez is tök jó lenne, az is jó ötlet, és így nem győzöm kapkodni a fejem, már leírtam egy csomó téma ötletet erre a kis papírlapra, és folyamatosan jönnek az ötletek. Csak legyen időm meg energiám az összes téma ötletet kidolgozni, de azt szeretném, hogy ha már ezt a sok-sok ötletet feldolgozom, akkor úgy érkezzenek a videók, hogy az nektek is jó legyen, és nektek is tetszen. Ezért, hogyha leírjátok kommentben, hogy igen, ez a téma engem érdekel, légy szíves, készítsél róla a videót, akkor azt a téma ötletet fogom előre venni. És ami a legjobban érdekel titeket, azzal fogjuk kezdeni ezeket a videókat. Hú... Folyamatosan zsong a fejem az ötletektől, komolyan. A legelső témakör, amiről szeretnék beszélni, az a boszorkányság, illetve a Vikka boszorkányság. Én alapvetően a Vikka boszorkányságot ismerem jól, mert ezeket tanultam meg a könyvekből, és nagyon sok olyan TikTokos tartalomba futottam bele, ahol megosztom veletek, hogyan vegyetek le átkot magatokról, megosztom veletek, hogyan védekezzetek az ártó hatással szemben, és ilyen különböző kis praktikák tök jók, nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni, de csak akkor, hogyha észre használjuk őket. Éppen ezért az első vikkás videóm arról szeretne majd szólni, hogy ne használj varázslatot ész nélkül, mert a vikkának az első alapelve, hogy ne árts senkinek, sem magadnak, sem pedig másoknak. És hogyha tudás nélkül használod ezeket a praktikákat, akkor lehet, hogy saját magadnak vagy valaki másnak fogsz ártani, anélkül, hogy szerettél volna ártani. A következő, amiről szeretne majd szólni a következő vikkás videóm, a boszorkányság alapelvei. Hogyan épül fel a hitrendszer, milyen alapelvek szerint élnek a boszorkánynak. Be fogok mutatni olyan könyveket, amikből én tanultam, amiket én nagyon hasznosnak találtam. A harmadik, mivel nem minden boszorkány jó, ezért vannak olyanok, akik ártani is akarnak. És éppen ezért a rontások, illetve az átkoknak a fölépítéséről fogok beszélni egy kisebb videóban, azért, mert akkor tudni fogod, hogy hogyan tudsz ellenük védekezni. Ez azért fontos, mert ha például téged megtámadnak az utcán, akkor nem mindegy, hogy a támadódnál van-e fegyver, vagy nincs. És hogyha van nála fegyver, akkor szúrófegyver vagy lőfegyver van nála. Mert az alapján tudod eldönteni, hogy el tudsz-e futni, tudsz-e védekezni, mi fog történni, ha együttműködsz, mi fog történni, hogyha megpróbálsz ellenállni. Az átkokkal pont ugyanígy van, mert hogyha ismered az átkoknak és a rontásoknak a felépítését, illetve hogy hogyan tudsz fizikai meg spirituális szinten védekezni ellenük, akkor képes leszel az ártó szándékot kivédeni az életedből, ha pedig nem, akkor igen, keresned kell valakit, aki tud neked ebben segíteni, és le tudja rólad venni az átkot vagy a rontást. Jelzem, rengeteg csaló van. A következő nagy témakör, ami engem nagyon-nagyon érdekel, és amivel szeretnék foglalkozni, környezetvédelem. Azért, mert alapvetően én gyakorlom a Vikkát, és nagyon fontosnak találom úgy, mint ember, és úgy, mint boszorkány a környezetvédelmet. Azért, mert ebben a világban élünk, és erre a világra kell vigyáznunk. Hogyan takarítok vegyszermentesen például? Hogyan fejlődtem a környezetvédelemben? Mi az, amit meg tudok tenni a környezetért? Mi a tapasztalatom a mosódióval, a gesztenyével, a mosóparfümökkel és az illóolajokkal?
Mikor használok vegyszert nagyon-nagyon ritkán a takarításomban? A következő témakör azok már csak ilyen videó ötletek, amiket szeretnék felsorolni. Például vettem magamnak egy olyan vágódeszkát, aminek az aljába bele van építve ilyen kis fiók, és nagyon hasznosnak találtam. Erről már elkezdtem videót készíteni, és már csak szerkesztés alatt van a videója. Aztán TikTokon volt 2023. decemberében egy kihívás, 30 napos, ami arról szólt, hogy minden nap teszünk a saját életünkért egy kis dolgot, hogy a 2024-es évünk sokkal jobban induljon. Ezt a videót is már csak szerkesztenem kell. Aztán tavaly vartam egy táskát, és szerkesztés alatt van a táskavarrós videómnak az egyvelege, ami egyszer csak kikerül majd a csatornára. A következő, ami fix időpontban fog kiérkezni, a Bubbly Pro egy éves tapasztalat, február 18-ára várható a videó. Coachinggal kapcsolatban red flagek az első-második randin, hogy mi az, amire figyelj oda, hogyha valakivel randevúzol. Aztán szintén coaching téma az, hogy hogyan tudom a saját önbizalmat fölépíteni. És így hirtelen egy. Úgyhogy remélem, hogy ezek közül a témák közül valamelyik fölkeltette az érdeklődéseteket, hogyha bármelyik érdekeltiteket, vagy bármilyen kérdésetek van a videó témákkal kapcsolatban, akkor azt osszátok meg velem kommentben. Legyen szép napotok, sziasztok!